A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy elismerésről fogunk beszélgetni, elismeréssel fogadtuk mi magunk is, hogy méltó helyre került az idei Bibi Toriani díj. Vendégem pedig a Hydro AV, Fehérvár AV 19 sportigazgatója Szélig Viktor, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, és köszönöm a meghívást. Nagyon szépen köszönöm, ez egy jó annál is inkább, hiszen ez az elismerés egyedi mindenféle értelemben. Ugye 2016-ban ezt már posztumusz Ocskai Gábor megkaphatta, kis Csicsó, de én azt hiszem, hogy ha ismerjük azt az életutat, amit a névadó megtett, ugye minden ők legjobb svájci jégkorongozójáról van szó, aki nem csak, hogy egy egyedi jelenség volt a jégen, hanem egy egészen kivételes ember is. Korán sem véletlen, hogy a Nemzeti Jégkorong Szövetség, Nemzetközi Jégkorong Szövetség ezt ezzel az elismeréssel így utólag, ha úgy tetszik, fentről, amikor figyel benneteket, akkor azt hiszem, hogy elégedett lehet. Ez abszolút megerősítést jelent, én azt gondolom, mint minden díj egy embernek, de egy ilyen rangos díj az egy kicsit más. Miként fogadtad? Ugye olvastunk róla, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnöke telefonon értesítette erről. Erről essék szó, hogy aztán egy kicsit megmutassuk azt az utat is, amit bejártál mindeddig. Hát nagyon nem vártam azt a telefonhívást. Lehet ilyet várni, tehát csörült a telefonon, francia mobilszám, felvettem és hallgattam, ennyit tudtam neki mondani, hogy köszönöm szépen, most ez a nap legjobb híre eddig, tehát körülbelül ennyit tudtam mondani, de nem tudom hova tenni ezt az egész dolgot. Megmondom őszintén, a mai napig nem tudom. Tehát, ahogy említetted is, ez egy óriási elismerés, én úgy gondolom. Kiválasztanak egy játékos, mondjuk, hogy csak mi környezetünkből nézzük, abból a válogatottból, ahol tényleg azért elég sok olyan dolgot tudtunk elérni, ami szerintem egy kicsit a képességeinket, vagy a lehetőségeinket meghaladta, vagy maximálisan kihasználtuk ezeket, akkor abból kiválasztanak egyet, akkor ez miért pont én vagyok? Tehát továbbra sem feltétlenül találom erre a választ. Természetesen nagyon, nagyon megtisztelő dolog ez, és nagyon örülök neki, de egy picit úgy érzem, hogy ez a többieknek is szól, a mi válogatottunknak szól, és végeredményképpen pedig egy picit a magyar jégkorongnak is, ami meg egy nagyon jó dolog. Egy Kercsó tanítvány, aki nagyon sok mindent tett, aki 17 évesen már a válogatottba került, aztán végigjárta a ranglétrát, CBA csoport, a szaporói hős, aztán ugye majd erről kell, hogy szó essék, egy Ébel csapat, az első Ébel csapat rendkívül sikeres sportigazgatója, megérdemelten jutott hozzá ehhez az elismeréshez, viszont ehhez kellett az az út is, ami néha rögös volt, ez nem vitás, de én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt, ugye ez nem lehet kérdés sem. Kezdjük egy kicsit, hogy idézzük meg a te pályafutásodat, hiszen a Kercsóéra ma, így visszatekintve, és erről nagyon sokat beszélgettünk jégkorong barátaimmal is, teremtette meg annak a lehetőségét, hogy egyáltalán olyan szintű lehessen mára, 2023-ra a jégkorong sport hazánkban, mint ahova eljutottatok. Ehhez nyilván kellettek a fiatal tehetségek is. De azért, amikor ti elkezdtétek Dunaújvárosban azzal a legendás korosztállyal a játékot, az korán sem volt még biztos. Körülbelül 50 srácot trombitált össze akkor Kercsó Árpád, abból talán 10, akik eljutottunk a felnőtt szintig, de hát azért teljesen más lehetőségek voltak,
mondhatom azt, hogy teljesen más sportágat játszottunk, mint most ezek a srácok itt a jégen. Teljesen más álmokkal vágtunk bele ebbe az egészbe. Tehát a mi álmaink azok voltak, amikor elkezdtünk jégkorongozni, hogy nem az, hogy majd mi NHL játékosok leszünk, hanem remélhetőleg a következő szlovák túrán mi is tudunk venni magunknak egy válvédőt. Tehát teljesen mások voltak az értékrendbeli dolgok. Én például úgy kezdtem jégkorongozni, nem láttam jégkorong mérkőzést, tehát tulajdonképpen nem is lett volna honnan jönni itt óriási elvárásoknak a sporttal kapcsolatban. Aztán persze, amikor teltek múltak az évek, és játszottunk, elkezdtünk nemzetközi szinten is játszani, akkor azért az látszott, hogy azért versenyképesek vagyunk. Tehát amikor mondjuk egy ifjúsági, ha jól emlékszem, az még Európa-bajnokság volt, Svájccal játszottunk például azért, hogy kijusson föl, kikerüljön előrébb a következő csoportba, azért most örülnék neki, hogyha ilyen problémáik lennének, hogy Svájccal döntőzünk, és ki lesz majd előrébb. Érdekes volt nagyon, mert egy kis buborékba, ahol nevelkedtünk, ugye volt lehetőség arra, hogy azért külföldön is megmutassuk magunkat, hiszen jártunk mindenféle tornákra, de nem feltétlenül hittük el akkor még, amikor pont Kercsó Árpád mondta nekünk, hogy figyeljétek meg egyszer majd ti az A csoportban fogtok jégkorongozni, ezt de a mai napig itt cseng a fülünkben, amikor mondta, és arra is emlékszem, hogy milyen hitetlenkedve hallgattuk mi ezt, mert néztük azt, hogy korcsolyázunk a nyitott jégpályán, néha a dunajvárosi évekből mondjuk ilyen vörös volt a jég az Érdsporttól, ami kijött a Vasműből, és minden edzés után korcsát kellett élesztetni, vagy ha esett a hó, akkor 5 percet korcsolyáztunk, 10 percet megtoltuk a havat. Tehát azért mondom, teljesen más lehetőségek voltak és körülmények voltak, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest azért abból azért sikerült kihozni a maximumot. Annál is inkább, hiszen a tehetség egy dejekorán megmutatkozott, ez nem lehet kérdés, hiszen abból a 10-ből legalább 5-en, vagy talán még többen is, most nem számoltam meg pontosan, eljutottatok a válogatottságig, tehát ez egy remek korosztály volt, viszont ehhez kellett elhivatottság, és nem csak tehetség, hanem szorgalom is. Ezt nyilván Kercsó Árpád megtanította minnyájatoknak, hiszen azok közé tartozhattál, akik egyszerre játszottak az ifjúsági, az utánpótlás és a felnőtt válogatottban. Tehát azért tudjuk, hogy az játékosan mondom, hogy nem semmi. 17 esztendősen gondoltad volna azt, hogy a folyamatosan felfelé vezet az utad? Mert azért így történt. Nem gondoltam volna. Tehát igazából, ahogy mondtam, az elején nem voltak olyan túlságosan nagy elvárásaim, amikor elkezdtem ezt a sportot a sporttal kapcsolatban. Amikor csináltuk, mi valamilyen szempontból azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy szerencsés generáció voltunk, mert mi azért ugye a Magyar Jégkorong Szövetség által is annak idején azért kaptunk olyan lehetőségeket, amiket az előttünk lévő korosztályok nem. Ez jelenti azt például, hogy ugye nem csak a Dunajvárosból a srácok, hanem Székesfehérváról is egy jó páran, és aki abban a generációban a válogatotthoz tartozott, hogy válogatott közeli játékosok voltak, nekünk volt lehetőségünk arra, hogy például a megboldogult Budapest sportcsarnok pincéjében, ugye ahol volt egy nem szabvány méretű jégpálya, oda például napi szinten járjunk nyáron is. Tehát volt egy olyan plusz lehetőségünk, hogy sokkal többet tudtunk a jégen eltölteni, sokkal többet tudtunk gyakorolni és korcsolyázni, és a jégen mindenféle gyakorlatokat elvégezni, mint mondjuk a nálunk idősebb játékosok. És ahogy mondtam, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget a szövetségtől, tehát valamilyen szinten ez egy koncepció is volt, hogy a mi korosztályunkat viszonylag fiatalabban már próbálja meg a válogatott is kipróbálni. Ugye 92 volt, ha jól emlékszem, az első felnőtt világbajnokság, amire ugye nem csak én, de akkor ifja Bocskai Gábor, Palkovics Krisztián, még volt Zalavári Miklós, Sándor Szilárd is lehetőség. Tehát ez a 75-76-os születési korosztály, hogy elmehettünk oda, és még Rácsban úgy játszhattunk, hogy például arról a világbajnokságról, hogy ez egy felnőtt világbajnokság volt, mentünk az ifjúsági, azt hiszem még akkor Európa bajnokság volt. Tehát igen, voltak ilyen átfedések azért bőven, de ez azért valamilyen szinten egy nagy
előny is volt számunkra, hogy viszonylag korán tudtunk tapasztalatot szerezni, illetve a felnőtt szintbe egy kicsit beleszagolni. Tehát a felnőtt jégkorongos éveink lettek nagyon-nagyon hosszúak. Persze mellette belefért az is, hogy utánpótlás szinten az, ami adott korosztályunkban is azért tudjunk versenyezni. Határozott jövőképed volt sportban és sporton kívül is? És itt gondolok arra, hogy nyilván a jogvégzett emberként kicsit másként tekint vissza az ember fia a fiatal korára, de én azt hiszem, hogy te már tudtad, hogy mit szeretnél. Ez azért érdekes, mert ugye én 30 éves koromban kerültem ki külföldre játszani Franciaországba. Nem volt tervben az, hogy én külföldön fogok játszani. Befejeztem a jogi egyetemet, és tulajdonképpen a terveim között, a jégen kívüli terveim között az szerepelt, hogy egy ilyen békés, vagy kevésbé, ha nem is fájdalommentes, de kevés fájdalommal járó átmenetet képezünk az aktív sportélet és a civil élet között. Tehát akkor inkább az volt a terv, hogy ezen a jogi vonalon szeretnék majd inkább dolgozni, még akkor is, hogyha lehet, hogy ez a jégkorongnak a kárára válik. De ekkor jött ez a francia lehetőség. Igen, 2006-ban. És Briancomban már minden más volt. Igen, ott tulajdonképpen ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, de ott még tudtam fejlődni. Nem csak játékosként, hanem emberként is, és tulajdonképpen ott voltam először a szónak abban az értelmében profi játékos, hogy nem volt mellette iskola, vagy munka, vagy valami más, csak a jégkoronggal foglalkoztam. Ez volt mondjuk a kinti éveimnek a második felében, vagy mondhatom azt, hogy a nagy részében, de inkább a második részében, amikor semmi mással nem foglalkoztam, csak azzal, hogy jégkorong játékos vagyok. Ez egy újdonság volt, mert amikor itthon voltam, akkor mindig volt legfőképpen iskola, vagy az iskola mellett valami gyakorlati munka, ahogy említettem, hogy hogyan fogok tudni felkészülni mondjuk erre a jogi pályára. Ugyanakkor a jogi diploma megerősített? Tehát kerek lett ezzel a világ? Amikor jelentkeztem a jogi egyetemre, nekem ez a második diplomám volt a jogi egyetem. A szüleim csodálkoztak, hogy én mit akarok én a jogi egyetemmel, meg a jogi végzettséggel. Nekem a családomban nincsen jogász. Én megmondtam, hogy hát engem ez érdekel. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kihívásként fogtam fel ezt az egészet, úgy, hogy egy olyan dologba vágom a fejszémet, vagy egy olyan dologba kezdek bele, ami alapjában véve érdekel, de kíváncsi voltam rá, lehet, hogy ez még talán a sportból is jön. Tehát egy ilyen kihívás keresés, hogy én ezt meg tudom-e csinálni. És örültem neki, hogy viszonylag könnyen vettem az akadályokat, de nagyon sok erőt, meg tapasztalatot tudtam mondjuk a sportból meríteni, hiszen ott egy nagyobb vizsga előtti drukk, az teljesen olyan volt, mint egy mérkőzés előtti szituáció, ami nekem nem volt szokatlan. Tehát bizonyos értelemben ez volt szintén egy csúcspont, de ami nekünk, sportkedvelőknek, jégkorongbarátoknak csúcspont Szapporo. Ugye Szapporót nem lehet elfelejteni. Hát szerintem én sem fogom soha, meg azok sem, akik ebben részt vettek, meg talán akik ezt követték annak idején. Most visszatekintve, vagy mondjuk azokat a mérkőzéseket, vagy összefoglalókat visszatekintve, erre is utaltam az elején, hogy mintha egy kicsit már más lenne a sportág, de akkor én úgy gondolom, hogy ez egy óriási, óriási eredmény volt, és úgy gondolom, hogy a hatása a magyar jégkorongra, ami szerintem látványos is, hiszen valahol ennek is köszönhető az, hogy a jégkorong bekerült a kiemelt látvány sportágak közé, és a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb anyagi lehetőségek vannak arra, hogy már ne csak annyi játékos játszom, mint a mi időnkben, ne az legyen az álma a gyerekeknek, hogy legyen válvédőjük, vagy ne legyen, hanem hogy esetleg milyen magasabb bajnokságban tudjanak játszani. Tehát most már csak avval kelljen foglalkozniuk, hogy minél jobb játékosok legyen. Igen, és ráadásul azért a sportkedvelőknek is jól jött, úgymond, hogy felfutott a jégkorong, akár a tévékre gondolok, hiszen nem csak Almási Zsuzsit és Regőci Sallait kellett néznünk, hanem jöttek a különböző meccsek, és nem azt vadáztuk, hogy mikor közvetítenek jégkorong VB-t, egy Szovjetunió-Kanada meccset, vagy egy svéd
teljesen mindegy, valami északi országból. Tehát Sapporo az nagyon jó volt. Viszont amikor hazaérkeztél Briancomból, volt-e határozott elképzelésed arról, tehát volt-e olyan jövőképet, hogy a jégkorongban maradsz, vagy valami újba kezdesz? 15 évvel ezelőtt arról kérdeztek volna, hogy gondolom, maradnék-e a jégkorongban, vagy a sportban, hogyha befejezem az aktív pályafutásomat, akkor egy határozott nem lett volna a válasz. Ahogy telt az idő, ahogy több időt eltöltöttem, vagy nem az, hogy több időt eltöltöttem, minél tovább maradtam benne a sportban, valahogy úgy alakult ki ez a sportág iránti szerelem. Tehát az elején egy ilyen egymás mellett élés volt, hiszen ebben nőttem fel, és ezt ismertem a legjobban, ezt élveztem a legjobban, de amikor igazából jött az, hogy ez a dolog annyi mindent adott nekem, hogy most már itt az idő, hogy én is megpróbáljak valamit visszaadni neki, az viszonylag későn alakult nálam ki. Amikor kint voltam Franciaországban, már akkor is az utolsó aktív évemben, már éveimben mondhatom, már azért részt vettem ilyen sportszervezési, vagy ilyen vezető jellegű dolgokban. Az utolsó évemben például, amikor ott a kinti csapattal ugye előző évben megnyertük a francia bajnokságot, volt lehetőségünk a Bajnokok Ligájába játszani, és például azt a Bajnokok Ligája projektet, azt mondhatom, hogy szinte én csináltam egyedül a sorsoláson való részvételen, keresztül a csapatokkal való kapcsolattartáson át a mindenféle mérkőzés előtti dolgok megszervezéséig, de azért, mert ez érdekelt. Tehát a végén alakult ki az, hogy én valószínű, hogy ebben szeretném kipróbálni magam, ebben szeretnék jó lenni, amennyire csak lehet. Csak az elején, ugye még ott kezdtem el ezt a general managerkedést Franciaországban, hogy nem tudtam még akkor, hogy ez mennyire más lesz majd, mint az a része a jégkorongnak, amit én úgy gondoltam, hogy jól ismerek. Tehát ez a ugye úgynevezett sötét oldal, ez nagyon-nagyon más, mint amikor az ember játékos. Tehát hazaérkeztél, és röviddel azután volt egy lehetőség, érthetetlenül szemléltük mi is azt a levélváltást, te magad is írtál, hiszen nyílt titok volt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség számít a te munkádra, aztán mégsem így történt. Ezt én azt gondolom, hogy a jégkorongbarátok is csalódásként élték meg, te nem különben, itt most nem idézem azokat a leveleket, bár nincs benne semmi titok, amelyeket te is megosztottál a közönséggel, de én azt hiszem, hogy mindenki csodálkozott. Mint ahogy azon is, ezt követően, hogy Székesfehérvárra vezetett az utad. Összességében, így visszatekintve, nem gondolom, hogy rosszul sültek el a dolgok. Sőt. Igen, az volt a terv akkor, hazajövök, ugye családommal együtt, és nagyon érdekelt volna ez a Jégkorong Szövetség által megpályáztatott sportigazgatói állás. Úgy alakult, hogy nem engem választottak végül a szövetségnél, de még szinte a bőröngyeink össze voltak csomagolva, és hát így otthon beszélgettünk, hogy most itt innentől kezdve van egy hét, hogyha egy hétig valamit tudok találni magamnak, akkor maradunk, hogyha nem, akkor meg az is elképzelhető, hogy még mivel úgysem pakoltunk ki, ezért fogjuk és visszamegyünk Franciaországba, de nagyon örülök neki, hogy kaptam egy telefonhívást Székesfehérvárról, és ahogy beszélgettünk, izgalmas dolognak tűnt az, hogy ebbe esetleg belevágnék. Ugye az első szezonban ott még egy picit hát ilyen ismerkedés volt így az elemekkel, meg most tulajdonképpen hogyan is működnek itt a dolgok, vagy kinek mi lesz a szerepe. Ilyen ismerkedési év volt, de nagyon hálás vagyok egyébként azért a telefonhívásért, meg a lehetőségért, mert ahogy kezdtem, szerintem ez így nagyon jó volt, ahogy volt. Nem történhetett volna jobban, hiszen egy olyan helyre kerültem, ahol még hogyha azért
elég sok nehézség is van, bár melyik munkában nincsen, de rengeteget tudok tanulni, és én nagyon remélem, hogy lesz majd valami nyoma annak, hogy persze ez nem csak rólam szól, ez egy csapatmunka, ugyanúgy, mint ahogy a csapat is csinálja, de hogy az egész klub valamivel előrébb lesz majd, hogyha ha egyszer majd úgy alakul, hogy én már nem leszek itt Fehérben. Ilyen íve van a pályádnak, és korántsem véletlen, hogyha most megnézzük a nézőszámokat, ugye a székesfehérváriak, és általában ez a magyar viszonyok között azt hiszem, hogy óriási eredmény, mindig megvan a sajátos 2-2,5-3 ezeres nézőszám, bármi is történjék, és ráadásul az Ébel nagy kihívás. Valóban nagy kihívás volt az első időszakban, hogy egy olyan csapatot építsetek, amely az Ébelben sem a középmezőnyben, hanem sokkal feljebb kell befókuszálni. Hát a legnagyobb kihívás, én úgy gondolom, az az volt, amikor ez a klub ebbe a kalandba belevágott annak idején. Szerintem ők sem feltétlenül tudták akkor, hogy mibe vágják a fejszőjüket, de ez azért a fehérvári jégkorongra szerintem, meg úgy annak idején a dunajvárosi fehérvári hokira így jellemző volt ez az előre menekülés egy picit. Tehát próbáljuk meg nagyobb kihívásokat találni. Ugye a válogatottnál is, amikor említettem, hogy a mikorosztályunkkal próbáltak egy picit szintet lépni, és nem ott maradni, ahol voltunk, az is tulajdonképpen egy rizikó volt. Itt is Fehérváron is idősebb Bocskai Gábor vezetésével egy picit előre menekülés volt ez a dolog. Hogyan tudunk egy következő kihívást találni magunknak, aminek még hogyha nehezen is, de megpróbálunk megfelelni. Tehát az alap az adott volt, amikor én ide érkeztem. A nézők az egyébként nagyon sokszor nagyon kritikus, de egyébként nagyon lojális nézők pedig szintén adottak voltak a csapat mellett. A kihívás, amióta úgy gondolom ide érkeztem, az, hogy hogyan lehetne ezt az egész dolgot úgy érdekesebbé tenni, hogy a csapat versenyképesebb, úgy, hogy közben a lehetőségeink valamennyivel egy picit jobbak, de mindig is korlátozottak lesznek. Tehát a feladat nem egyszerű. Az előző szezonunk nagyon jól sikerült, hál' Istennek, amiben nagyon sok embernek a munkája benne van, a játékosoknak és az edzőstábnak is mindenkinek a munkája, de most már megint a következő kihívás meg az lesz, hogy hogyan ne egy dalos előadók legyünk mi, aki egyszer följut a slágerlistára, vagy magasra jut, hanem rendszeresen ott van, és azért, ha nem is mindig a legelső, vagy a legelején van, de folyamatosan versenyképes legyen, és talán ez a szezonunk fogja azt megmutatni, hogy mennyire volt jó az előző, vagy hogy mennyire reális ez az elképzelés, vagy ez a remény, amit itt most táplálunk. Arról nem beszélve, hogy a csarnok, ha elkészül, megépül, fantasztikus lesz, új otthonra lehetek, és ugye azt meg kell tölteni, ahhoz pedig eredmények kellenek. Készülsz már rá, hogy várod ezt az új csarnokot? Azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon sok helyen épülnek csarnokok, új pályák, ez legyen bármilyen stadionról szó, de Székesfehérvár és a jégkorongsport történetében ez óriási áttörés, hogy vidéken, és ráadásul a mi városunkban, a te városodban otthonra lehetek. Szerintem ez is egy újabb kihívás lesz a klub számára. Ahogy említetted is, ugye ez azért a teljes kapacitás az egy 6000 fő lesz, ugye a jégkorong mérkőzésekre, ha jól tudom, vagyis legalábbis a tervek szerint egy 4000-es első szint és egy 2000-es felső szint, tehát akár csak mondjuk a 4000-es alsó szint is azért már nagyobb létszám, mint amennyi a maximális kapacitásai Székesfehérváron a jégpályának. Tehát igen, az lesz a következő kihívás, hogy hogyan fogunk tudni itt közel teltházat, közel olyan hangulatot varázsolni majd ebbe az Alba arénába, amilyen itt volt a Raktár utcában, hiszen ugye szeretjük a Raktár utcát, de ugye nem egy 21. századi létesítmény, ellenben a hangulat, az atmoszféra, aki nem volt még jégkorong mérkőzésen Székesfehérváron, annak ezennel ajánlom, hogy jöjjön, hiszen fantasztikus élmény. Tehát
Ami a 21. század sportja egyébként, vagy ilyen csapat sport, amiről szól, az eredmény persze nagyon fontos, de az élmény. Tehát fontos az, hogy egy szurkoló úgy távozzon egy sporteseményről, hogy ez egy óriási élmény volt. A Raktár utcában elsősorban, mivel ott mondom, így behatároltak a lehetőségek, ott az eredmény az elsődleges, ami alapján a csapatot ugye megítélik, de egy nagyobb csarnokkal, nagyobb lehetőségekkel ezt élményé is lehet akár varázsolni, és mondom, ez is kihívás lesz majd, hogy ezt hogy fogjuk tudni megugrani, és nagyon remélem, hogy azért ezzel az arénával amellett, hogy a Székesfehérvári csapatnak lehet az otthona, mellett azért a magyar jégkorong válogatottnak is esetleg lehetne majd mondjuk addig az új otthona, ameddig mondjuk máshol, mondjuk Budapesten, vagy akárhol máshol nem épül egy hasonló létesítmény, ami jégpálya alapú. Nincs kétségem, hogy így lesz, ha rajtatok múlik, már pedig ez így van. Mit kívánjak neked, a csapatnak? Mit kívánjunk? Ez egy jó kérdés, hogyha most kifognám így az aranyhalat, és lenne három kívánság, akkor is elgondolkodnék rajta. Jelen pillanatban szerintem egy picit több gól kellene nekünk, amit tudunk lőni. Azt hiszem azzal a szezon végig valahogy kibekkelnénk. Egyelőre így ennyi. Azt mondom, az a véleményem róla, hogy ugye a jégkorongban ezt is megtanították nekünk, hogy ahhoz, hogy az ember ugye alapjában jól szerepeljen, vagy szerencséje legyen, az elsősorban saját magán múlik. Tehát rajtunk múlik az, hogy meddig fogunk tudni eljutni, vagy milyen jók leszünk, vagy mennyire tudjuk majd ezt az Alba Arénát belakni, vagy hogy mennyire tudunk nem egy dalos előadók lenni. Úgyhogy szerintem, ha csak annyit kívánsz nekünk, vagy kívánnak nekünk a kedves nézők, hogy legyen ehhez jó egészség, akkor szerintem az már egy remek alap. Legyen így. És a jégkorong szurkolók, jó sokan vagyunk, mondhatni. Nevében is még egyszer gratulálunk ehhez az elismeréshez, és történik minden úgy, ahogy eddig, mert ez egy igaz mese, én azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták Szilig Viktorral, aki Bibi Toriani díjat vehetett át, a Hírességek csarnokának tagja, ezentúl a jégkorong csapatunk sportigazgatója, jogosan, megérdemelten. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.